Köszöntöm nézőinket! Önök a szerda estét a Sopron TV heti rendszerességgel jelentkező magazinját látják. Tartsanak velünk, nézzük mai témáinkat! Skarbancia. Az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő megtorlásokra és az egyetem hős hallgatóira emlékezünk. Géniuszok. Robotokkal szereznek jól használható gyakorlati tudást a Széchenyi Gimnáziumban a diákok. Hölgyválasz. Az üzleti élet kihívásai. Mi a sikeres vállalkozás titka? A hét témája. A pályaválasztási időszakról beszélgetünk Kuntár Csabával, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatójával. Országszerte számos megemlékezést, koszorúzást, mécsesgyújtást tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 63. évfordulóján a Nemzeti Gyásznapon. Skarbancia című várostörténeti rovatunk segítségével kevésbé köztudott tények és emberi történetek során ismerheti meg, hogyan lettek hősök a soproni egyetemisták, és milyen szörnyűségeket hozott a novemberi Zimankóval együtt érkező megtorlás. Sopront hiába viseli a leghűségesebb város címet, gyakran éri a vád, hogy a Magyarországon zajló forradalmakból és szabadságharcokból nem, vagy csak kevéssé vette ki a részét. Pedig akik ismerik szülővárosunkat és környékét, jól tudják, hogy ez bizony nem igaz. A történészek szerint kiemelten fontos megemlékezni több mint 10 000 egyetemistáról és az őket támogató szervezetekről. Sopronban vér nélkül zajlott az 1956-os forradalom. Október 22-én ezt egy diákparlament előzte meg, és 1956. október 23-án az utóbbi években kerültek csak elő az eredeti felvételek. Több mint 1200 hallgató együtt a lengyelek táblát vitték, és szolidarizáltak a lengyel nemzettel. A esti órákban pedig döbbenten hallgatták a Pesti Rádiót, közte Gerő Ernőnek az elhíresült szónoklatát. 24-én az egyetemen még tanítás van kezdeti órákban, majd az egyetem, mint autonóm terület, a hallgatók felvonulnak végig a kerítés mellé. Az egyetemi polgárok felvették a kapcsolatot a város rendőrségével, akik melléjük álltak. Őket kicsit később a határőrök követték. Ez a szövetség a diákokkal az élén sikeresen helyreállította a város teljesen összeomlott közigazgatását. Felelősségteljességük az ország többi részére is kiterjedt. Amikor megindultak a nyugati segélyek, ők tartották az életútját Budapest felé. Így az ottaniak élelmiszerhez és a sebeik ellátásához szükséges eszközökhöz jutottak. A város hazafiai fegyvert is fogtak céljuk érdekében. Október 27-én megalakult a Forradalmi Katonai Tanács. Ők a nyugati segítségben bízva elhatározták, hogy fegyverrel zárják le a soproni beszögellést. 1956. november 3-án és 4-én a Süttőri tüzérezrettől tarackokat és lövegeket kaptak. Ennek a számáról nem tudjuk a pontos adatokat, megoszlanak a vélemények, ami pedig az úgynevezett nagycenki ellenállást jelenti. Több mint 300-an mentek ki nagycenk alá, egy hármas védelmi vonalat állítottak fel, azonban a rendelkezésükre bocsájtott páncéltörő ágyuk nem működtek, hiányzott belőlük az ütőszeg. Így a beérkező szovjet tankok és páncélauton lévő szovjet katonák lefegyverezték őket. Ami ezután következett országszerte, az minden képzeletet felülmúlt. Talán mégis sejtett valamit a közelgő borzalom nyomásából az a mintegy 5200 ember, akik az orosz katonai fölény nyomására hagyta el sietve Sopront és környékét november 4-én. Akik maradtak, azokra az elnyomás várt, amely sok esetben megtestesített és felfegyverzett az aljas bosszú. Zömében zord börtöncellák vártak azokra, akiket gyanúsnak találtak. Azonban a büntetés sok esetben elfajult. Ennek állít emléket a Sopronkőhidai raktemető is, ahol megyénk 9 mártírjának kopjafája található. A haláltól nem félek. 6 hónap alatt a halálos cellában, és a sok-sok kivégzett az itt létem alatt, kb. 40-45 személy kivégzése megismertetett és hozzászoktatott a halálhoz és annak gondolatához. Az írásomról is láthatjátok, nem félek a haláltól. Nem izgulok, nem remegek.
és még eddig senki sem félt. Mindenki hűségesen halt meg. Ács Tamás színművész idézett az egyik mártír Tihanyi Árpád búcsú leveléből. A megemlékezésekre eljár fia Tihanyi László is, aki büszke arra, rendszeresen megemlékeztek édesapjukról, annak ellenére, hogy ezt az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. Olyan közegben éltünk, ami ebben sokat segített. És folytatom, de kell egy igen nagyot ugranom. Itt olyan emberekre gondolok, akik például 1989. június 15-én Sopron belvárosába, a Széchenyi téren, illetve itt ebbe a rabtemetőbe emlékeztek az elhunytakra, a kivégzettekre. A sors fintora, hogy pont a családi sírjuk közelében emeltek egy vörös csillagos obeliszket. Ahogy várható volt, ez nem csak a puszta jelenléte miatt okozott kellemetlenségeket a Tihanyi családnak. Lászlót és bátyját civil ruhások elvitték kocsikázni, ugyanis, mint később kiderült, valaki összekente az emlékművet. Durvák nem voltak, hát a lámpát azt mozgatták, és mentünk utána a bátyámhoz. És akkor kérdezgette, egy fiatal ember volt, kérdezte a családi szálakat. És akkor először válaszolgattam neki, persze később is, de azért mondtam neki, hogy hát ne haragudjon, de hát maguknak fel kellett készülni belőlünk. Hát miért kérdez ilyeneket? És akkor előre fordult, és mentünk tovább. És akkor a bátyámat is felvettük, és arra a závóra mentünk, amit még ma is így hívnak, hogy a závónak az épülete. És ott hallgattak ki bennünket. Voltak, akik egyetemi polgárként külföldről próbáltak segíteni Magyarországnak. Ilyen volt Bújdosó Alpár is, aki a helyi MEFESZ elnökeként a soproni forradalmi események meghatározó szereplője volt. Delegációjával bátran és töretlenül kiállt a forradalom eszmély mellett, hogy ezeket terjesszék az USA-ba és a Távol-Keletre egyaránt ellátogattak, főleg kortársaikat keresték fel. Mi annak idején Genfbe, ahol a MEFESZ volt, eredetileg úgy gondoltuk, hogy ezen keresztül, hogy az egyetemistákkal beszélünk, ezen keresztül esetleg elérjük a politikusokat, vagy legalább az értelmiséget ezekben az országokban. Bújdosó Alpárék őszinte igyekezete ellenére a hathatós külföldi segítség elmaradt. A végeredmény szívszorító. A kádári megtorlás több száz embert végeztetett ki, 26 ezer embert börtönöztetett be, és 250 ezer magyarnak el kellett hagyni a hazáját. November 4-én a Nemzeti Gyásznapon az ő szenvedésükről emlékezik meg az ország. Apró elemekként érkeznek, de egy kis kreatív játék után akár ugató kiskutyává vagy markolóvá alakulnak. Ezek azok a modern robotok, amelyekkel már a Soproni Széchenyi István gimnázium is büszkélkedhet. A sokoldalú eszközök köré az iskola szakköröket épített, amelyek olyan kiválóan fejlesztik az ifjú géniuszokat, hogy azok nemzetközi versenyeken is kiválóan szerepelnek. Tesztelik az újonnan összerakott robotjaikat a Széchenyi István gimnázium diákjai. Ezek a szerkezetek első látomásra szórakoztatónak tűnhetnek, valójában azonban sokoldalú építmények. A robotok erről a tégelről futnak, ezen van minden parancs, amit csinálnak, és ehhez van minden bekötve, tehát ez vezérli, például a motorok itt alul láthatóak. Ezekkel tud mozogni, ha esetleg azt szeretnéd, és ezekkel az érzékelőkkel pedig tud érzékelni, mondjuk például ez egy gomb, ez ultrahangérzékelő, és ez pedig szintérzékel. Tehát ezzel akár, hogyha átmegy egy fehér papíron, azt érzékelti, hogy fehér. És van rajta egy giroszkóp is, itt a tetején. És van még nagyon sokféle különböző érzékelő, amit lehet hozzá külön kapni. Az asztalon látható különböző szerkezetű robotok azonos készletből származó, apró elemekből épülnek fel. Ezek a robotok
Ezekből a kis alkatrészekből épülnek fel. Egy ilyen dobozba kapható az alapkészlet. Ebben van benne minden, szépen szétválogatva. Itt az aljában, itt pedig található új állapotában benne a tégla, meg az összes érzékelő kábelekkel együtt. Az iskola robotok építéséhez szükséges szetteket, 3D-s nyomtatót, tehát számos modern technikai eszközt nyert el a közelmúltban pályázati úton. A szerkezetek az iskolában zajló informatika oktatást is erősítik, de szakkörök alappillére is lettek. A szaktanárok szerint már a kisebb diákoknak is érdemes elkezdenie ismerkednie ezekkel a szerkezetekkel, ugyanis a robotok építése, programozása számos készségüket fejleszti játékosan. Amit itt például láthatunk a LEGO robotoknál, ez egy grafikus programozási felülettel programozható eszköz, amivel a gyerekek, már akár az ilyen kicsik, itt most a fiatal emberek, ugye 8. osztályosok, de teljesen kezdők, ehhez képest már egész ügyesen el tudják indítani, fel tudnak tölteni programot, és hamarosan eljutunk odáig, hogy akár ők önállóan is egyszerű programokat tudnak írni ezekre az eszközökre, és olyanokat, ami mozgáshoz kapcsolódik, előtte építeniük kell a robotot, tehát a finomechanikai képességek is fejlődni fognak, és ugye a logikai képességek és a fantáziájuk is. Az így szerzett készségek egyenes utat biztosítanak számukra a mérnöki vagy informatikai pályához is. Így nem csoda, hogy az iskola által indított foglalkozások népszerűek a diákok körében. Tartanak 7., 8. és humán szakon tanuló 9. diákok számára LEGO robotokat felvonultató szakkört, a 11. és 12. diákokat pedig összetettebb szerkezetekkel várják. Az intézményben korábban is voltak már olyan szakkörök, amelyek ezzel a területtel foglalkoztak, így tapasztalatok alapján jelenthetik ki a tanárok, hogy a foglalkozások valóban versenyképes tudást alapozhatnak meg. Az előző turnusban lévő gyerekek közül nagyon komoly eredményeket értek el, tehát világversenyeken, európai versenyeken vettek részt. Mostan már egyetemista fiatalemberek, ifjú hölgyek, innovációs, európai innovációs díjban részesült, volt olyan diákunk is, Bordorina, Kocsis Ábel, akik nagyon komoly kiemelkedő eredményeket értek el, de a frissen érettségizettek között is voltak ilyen tanulóink. És nekik ez a pályaválasztásukat gyakorlatilag determinálta, hogy ilyen irányba tanultak tovább. A tanárok szerint nem csak azoknak érdemes részt venni ezeken a szakkörökön, akik mélyrehatóan érdeklődnek a programozás iránt. A foglalkozások ugyanis játékosak, és valamennyi résztvevő jól szórakozik, miközben puszta elemekből megformál például egy kutyát, vagy éppen egy markolót.